Az elmúlt évhez viszonyítva is növekedett a szállásfoglalások száma Nyíregyháza Sóstón. Ebben a turisztikai idényben másfélszer több foglalás volt a szállodákban, szálláshelyeken. Az idegenforgalmi főszezonban kiváló volt az időjárás a nyaralásra, így sokan érkeztek a térségbe. A családok, a gyerekes családok és a külföldről érkező turisták száma szinte másfélszeresére nőtt az előző évhez képest. A foglalásaink gyakorlatilag június végétől ez idáig 90-95% között mozognak. Az átlagos foglaltságunk most is egy olyan 92%. Ha a megyeszékhelyen eltöltött vendégészakák statisztikáját nézzük, 60-40%-os arányban többen jönnek külföldről, elsősorban Szlovákiából és Lengyelországból. Óriási vonzerő a fürdő gyógyvize, az állatpark, de különböző rendezvényekre és a hosszú hétvégékre belföldről is szép számban érkeznek a pihenni és kikapcsolódni vágyók. A mostani augusztus 20-ai hétvégére is szinte teltházban, az általunk megkérdezett szállodában és panziójában is. Magyarországról is nagyon sokan jönnek, tehát én nagyon sok magyar vendéggel beszélgetek Budapestről, Tökörről, Sopronból, tehát Dunántúlról is. A Vadaspark óriási idegenforgalmi vonzerő Nyíregyházán, és hál' Istennek itt vagyunk közel, megkeresnek bennünket, és sokan itt alszanak meg nálunk. Elsősorban az igényes szállodákat keresik a vendégek, többen választják a sóstói szálláshelyeket. A mostani zsúfolt hétvége után Nyíregyházán a Vidor Fesztivál ideje alatt telnek be a szálláshelyek, már jó előre lefoglalták a napokat a fesztiválozók.